Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. 80. születésnapján köszöntötték Tatár Dezsőné Judit nénit, a Herman László zeneiskola tanárát. A kiváló hegedűművész 55 éven keresztül tanított az intézményben. Egykori tanítványai, tanártársai, tisztelői bensőséges hangulatú ünnepségen köszöntötték 80. születésnapján Tatár Dezsőné Judit nénit, a Herman László zeneiskola pedagógusát 80. születésnapján. Az Alba Régia szimfonikus zenekar hegedűművésze oktatóként is számtalan nemzedék megbecsült mestere volt. Ez most a visszaemlékezésnek az ideje, és nem is annyira a születésnapról szól szerintem, mert a 80 évet meg lehet élni, az egy lehetőség az ember életében, hanem azt a rengeteg évet, amit ő a gyerekekkel töltött, a munkát és az eredményes tanítást, azt ünnepeljük én szerintem ma. A ma felgyorsult világában is kiemelten fontos az emlékezés, emelte ki köszöntőjében Fóris István, az iskola szakmai igazgató helyettese, aki Palócz Réka igazgató gondolatait tolmácsolta az ünnepségen. Fontos, hogy szavakkal, de még inkább a zene nyelvén köszönjék meg azt a tanítást Judit néninek, amivel fél évszázadon át ölelte magához tanítványait. A 90-es évek közepén, amikor ide kerültem tanárként ebbe az iskolába, az egyik legmegragadóbb példa pont Judit nénének a munkássága volt, aki nem volt olyan napszak, meg olyan nap a hét folyamán, vagy az év folyamán, amikor nem volt megtalálható, ne lett volna megtalálható az iskolában, és láthatóan nagy szeretettel, odaadással, szakmai hozzáértéssel foglalkozott a növendékeivel, és ők pedig szívesen jöttek szinte számomra lehetetlennek tűnő időpontokban is, és ezt látva nagyon-nagyon örültem, és nagy büszkeség volt, hogy ilyen tanárkollégák vesznek körül engem, mint fiatal pályakezdőt. Fricsai Díjas pedagógus 55 esztendőn át tanított a zeneiskolában. Hitvallása, példaértékű emberi és tanítói kvalitásai generációkat tettek a zene megbecsült művészeivé, olyan emberekké, akikre Kodály országában is büszkék lehetünk. Minden egyes pillanata ünnepélyes ünnep volt, és mindig, aki bejött a terembe, nekem az a gyerek volt a legfontosabb. És amennyit tőlem ők tanultak, én ugyanannyit tanultam tőlük. Akaratot, szellemi erőfeszítést, türelmet, mindegyiket nagyon szerettem. 6 évtized a tanári pályán nagyon-nagyon sok, 55 esztendő. Én azt gondolom, hogy ez az 55 esztendő példa arra, hogy hogyan lehet azonos szinten teljesíteni. Nekem volt a legszebb foglalkozásom, mert a zene az a lélekről szól, és a lélek, ahogy megyünk az univerzumba, és ez egy csodálatos, ezt nem lehet megvonni. Kollégái is szeretettel emlékeznek rád, viszont a tanítványai mindannyian azt mondják, hogy önnek köszönhetik, hogy elérték azt a szintet, amire hivatottak voltak. Neki köszönhetem, hogy ilyen ember lettem, amilyen vagyok, mert ez két emberen függ. Tehát amennyit ők rákényszerítettek arra engem, hogy én nagyon, nagyon intenzíven dolgozzak, mert ők is intenzíven dolgoztak. Thank you.
Dorian Gabriella az Alberigia Szimfonikus Zenekar hegedűművészeként és pedagógusként is Judit néni elhivatottságát emelte ki, amelyből minden tanítványa profitált. Én szerintem mindenkinek az jut az eszében az a fajta elhivatottság, ami nem ismert soha határokat. Nála nem volt hétvége, hétköznap, itt mindig gyakoroltunk, este 9-ig nyitva volt a zeneiskola, de igazándiból az a szeretet mégis, ami benne maradt minden gyerekben, emberben, amit iránta érzünk, amit kaptunk tőle, az a hatalmas tudás. És ez a szeretet nélkül nem lett volna átadható. Személyes sorsodat hegedű művészként mennyire befolyásolta, hogy egy ilyen mestered volt? Nagyon. Judit nénihez én ugyancsak 2 évig jártam hivatalosan, de mind a mai napig a gesztusaimon, amikor tanítok, akkor észreveszem, hogy mintha ő mozdulatait, szavait, gondolatait utánoznám, amikor gyakorolok, akkor a tőle tanult dolgokból még mind a mai napig képes vagyok élni, megélni. Sárközi Éva kivételes lehetőségnek élte meg, hogy egy olyan szeretetteljes közösségben nőhetett fel, tanulhatott, amely elkíséri a máig. Az én életemben egy nagyon meghatározó személyiség volt Judit néni. Én szerintem, hogyha ő nincs az életemben, akkor én most nem állok itt, és nem ilyen ember vagyok, mint amilyet ő nevelt belőlünk. Ezért egy olyan közösség volt, ami nem csak a gyakorlásról szólt, bár szigorúan vette a gyakorlást, nem ez a szeretet, ami itt körülvet minket, és a mai napig. Ez a találkozás, hogy itt vagyunk, és itt lehetünk, és ez a sok-sok szeretet, ami árad az emberekből, ezt mindenki köszönhetjük. Mi mindent kellett tenniük a hétköznapokon, hogy ünnep lehessen a gyakorlás után egy-egy fellépés, egy-egy mozdulat, amellyel a hangszer felé nyúltak? Ez az egész életünk erről szólt, ehhez nem kellett ünnep, ez az egész iskola, az egész otthon megteremtette ő maga a létével, hogy mi elővegyük és gyakoroljunk, és hogy szeretettel hozzányúljunk ahhoz a hangszerhez. Ehhez nem kellett ünnep. Az ünnepségen megerősítetett, hogy múlt nélkül, a múlt megbecsülése nélkül nincs jövő. Pénteken délután 3 órakor vette kezdetét a 24 órás röplabdakupa. A Székesfehérvári Diáktanács versenyére idén 22 csapat jelentkezett, sőt, még Komáromból is érkeztek fiatalok. A Jákisok és az Első Istvánosok összecsapásával kezdődött a 24 órás röplabdakupa még pénteken. Az első meccs szoros volt, de végül az Istvánosok húzták be. A csapat a jó hangulat miatt nevezett. Kicsit féltünk, hogy mi fogunk kezdeni, és hát így is lett, de nagyon nagy szerencsékre nyertünk, nagyon, nagyon jó volt a meccs, nagyon jól érezzük magunkat, mindenki ismer úgy nagyjából mindenkit, és tényleg ilyen összeszokott a csapat, az ellenfelekkel is jobban vagyunk, tehát ez egy nagyon baráti meccs, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Milyen volt közben egyébként? Hát 15 percet játszottatok, ugye? Azért voltak szoros helyzetek. Hát igen, voltak, és hát így is 2 ponttal nyertünk. És hát igen, elég nehéz, meg nagyon izgultunk közben, mindig félt, szerintem mindenki így belül, hogy hú, hozzájön a labda, és ha elrontja, akkor mi van. De nem volt semmi, behúztuk, és hát ez a lényeg. Reméljük továbbiakban is így lesz. Az első 24 órás röpite? Igen. Miért tartottátok fontosnak egyébként, hogy eljöjjetek? Mert még lesz az iskolánkban is, és gondoltuk, hogy ez milyen jó összeszokás lenne, és hát az is, meg nagyon nagy buli azért 24 óráig itt lenni, ismerősök között nagyon jó buli. A Vácisok tavaly a dobogó 3. helyére csúsztak, úgyhogy idén is úgy gondolták, hogy szerencsét próbálnak. Tavaly is részt vettünk ezen a versenyen, mi nagyon-nagyon élveztük a csapattal, most egy ütőképesebb csapattal próbálunk részt venni, remélhetőleg, hogy a tavalyi 3. eredménynél most elsők leszünk. És ugye azért 24 óra az elég megerőltető, de mi a jó benne, azon kívül, hogy elfáradtam?
Igazából a kihívás maga az, hogy 24 órán keresztül résen kell lenni, illetve még az is, hogy maga a szellem az megerőltető lesz, és igazából a kitartást, ami nagyon-nagyon szeretjük, meg izgalmassá teszi ezt az egészet. Milyen szokott lenni a hangulat egyébként a 24 órásra? Nagyon változó szokott lenni. Valaki szomorú szokott lenni, valaki boldog. Mi például folyamatosan boldogok voltunk, akár vereséget szenvedtünk, akár győztünk. Igazából mi élveztük. Mi nekünk az a lényeg, hogy élvezzük magát a játékot. Mi adta a boldogságot egyébként például egy vereség esetén? Hogy tudtatok végig vidámak maradni és fönt maradni? Igazából fölmaradni mi úgy voltunk, hogy a meccsek között pihentünk, tehát vége volt a meccsnek és egyből pihentünk. A vidámság, igazából földobtuk a hangulatot, mindig hallgattunk zenét, illetve poénokat meséltünk egymásnak, és mi is néztük a meccset, próbáltuk elemezni, így igazából így próbáltuk előnyünkre fordítani mindent. A Székesfehérvári Diáktanács idén második alkalommal szervezte meg versenyét, melyre a tavainál jóval többen neveztek, 22 csapat mérte összetudását. A Diáktanács eleve szeret röplabdázni, és úgy gondoltuk, hogy akkor szervezünk egy 24 órás röplabdát, ami összehozza a városi fiatalokat, és nem az van, hogy csak egy iskolában vannak csak az iskoladiákok, akik már ismerik egymást, hanem most egy nagyobb városi szintű ismerkedős röplabdázós verseny eseményt jelentettünk be tavaly, ami olyan sikeres lett, hogy idén már 22 darab csapattal rendelkezünk. Mészáros Attila a polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy szinte minden középiskola képviseltette magát a rendezvényen. Az elmúlt években, évtizedekben iskolai szinten már több helyen is ment, akár 12 órás vagy 24 órás röplabda, és a Székesfehérvár Diáktanácsa tavaly évben gondoltuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha különböző városi intézményekből, középiskolákból érkező csapatoknak is szerveznénk egy 24 órás röplabda kupát. Nagyon jó sikerült a tavalyi év. 12 csapat játszott 24 órán keresztül, és azt gondolom, hogy meghozta a gyümölcsét a tavalyi jól sikerült rendezvény, hiszen ez idén 19 csapat nevezett. Szinte valamennyi középiskolából van legalább egy csapat itt a Jáki szakgimnáziumban. Úgyhogy én köszönöm szépen a fiatalok aktivitását, hiszen ez egy azt gondolom, nagyon jó közösségi program, és sportolnak is közben a fiatalok, úgyhogy ez abszolút nagyon pozitív. Köszönöm a Diáktanácsnak a előkészítő munkáját, és a tavalyi évhez hasonlóan, illetve az elmúlt évek diáktanácsos programjához hasonlóan idén is érkezett egy vendég csapat, a komáromi diákok érkeztek, az ottani Városi Diákfórumnak a tagjai jöttek el, hogy velünk töltsék ezt a 24 órát, és nagyon bízom benne, hogy sérülésmentes, nagyon jó játék lesz majd. Azon túl, hogy ugye gyerekek sportolnak, beszélgetnek, találkoznak egymással, talán az iskolák közötti kapcsolatot is erősítheti ez a rendezvény. Valóban azt gondolom, hogy minden olyan rendezvény, és az a Diáktanácsnak is az egyik fontos célkitűzése, az iskolák közötti együttműködést elősegítse. Most már egyre több az olyan akár kettő vagy több intézmény közötti együttműködés, amelyre nagyon büszkék lehetünk, és ez is egy ilyen alkalom, amikor a város diáksága összejön különböző intézményekből, és nagyon jó hangulatú programot közösen sportolnak. A komáromiak izgatottan várták a meccseket. Igen, otthon a Városi Diák Önkormányzattal mi is szoktunk sportnapokat szervezni, és hát úgy gondolom, hogy mindig egy öröm, hogyha Fehérvárra hívnak minket, ugye tudjuk, hogy az Országos Diák Parlamentnek is ez a város adhat otthont. Én is akkor jártam itt ilyen keretekben először itt, és hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen jól működő város, ilyen jól működő diák önkormányzata a partnernek tekint minket, és mondhatom most már, hogy barátokként invitáltak meg. Hogy érzitek magatokat itt a városban? Nagyon jól, kicsit izgatottak vagyunk most, hogy itt megnéztük, hogy meleg itt a többi csapat, kicsit elbizonytalanodtunk így a saját tudásunkban, tehát elvégre diák önkormányzat vagyunk, nem röplabda csapat, de hát meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni itt a 24 órából. Készültetek a versenyre? Azért gondolom valamelyest próbáltatok felzárkózni. Hát nekem testnevelés során azért már pár éve oktatják a röplabdát, de van olyan dökelnökünk, aki még nem röplabdázott, de hát valamikor el kell kezdeni. A program egész éjszaka zajlott, szombaton délután ért véget. Az első helyezést a Sárbogárdi 40 kg jumbó csapata érdemelte ki. Hát a sikerünk kulcsa az mindenképpen az összetartás volt, mivel elég régóta ismerjük egymást a csapattal, és már előző évben is jelentkeztünk erre a versenyre, és mindent megtettünk azért, hogy megnyeressük ezt a kupát. A verseny eléggé, hát nem mondom azt, hogy nehéz volt, viszont voltak elég
olyan problémákat meg kell oldani a csapattal közösen. Sajnos nagyon keveset tudtunk aludni, szinte senki sem aludt nálunk semmit, viszont kibírtuk ezt a 24 órát. A második helyezést elért csapat sem sokáig búslakodott. Rettenetesen nehéz, borzasztóan hosszú, sajnos rengeteg csapat volt, így volt, hogy 4-5, akár 6 órákat is pihentünk, leginkább ez fárasztott el minket. Mivel több csapatunk is elment magáról a tornáról, így többször módosítanunk kellett a felállásokat is. Sajnos a csapatunk új volt, nem nagyon voltunk összeszokva. Legközelebb reméljük jövőre sikerülni fog az arany is. Igazából taktikánk nem volt, megpróbáltuk élvezni a játékot, ez nagyon fontos, mint minden sportban, és hát a legjobbat kihozni magunkból. A 20. század közepére olyan gyorsasággal pusztultak az addig érintetlen vizes élőhelyek, hogy 1971. február 2-án Ramszárban 18 ország írta alá azt az egyezményt, ami ezen élőhelyek védelméről szólt. Február 2-a azóta a vizes élőhelyek világnapja. A háborúk, a népesség növekedés és az ezzel járó gazdaságok terjedése mind azt eredményezte, hogy az addig érintetlen vizes élőhelyek szennyeződtek és pusztultak, veszélyeztetve ezzel az ott élő fajokat és magát az ökoszisztémát. Ezért 1971-ben egy iráni kisvárosban 18 ország aláírásával megszületett az egyezmény ezen területek védelméről. 1971. február 2-án az iráni Ramszárban 18 ország részvételével aláírtak egy egyezményt, amely arra hivatott, hogy a vizes élőhelyek hosszú távú fenntarthatóságára célozva tető alá hozzanak egy megállapodást, amelyet aztán a távolabbi jövőben ugye folyamatosan bővítve egyre inkább a természetvédelem célkeresztbe helyezésére hangsúlyoztak. Elsősorban ugye a madárvilág az, ami érzékenyen reagál a különböző beavatkozásokra. Ugye táplálkozó helyek, a fészkelő helyek, a vonuló helyeknek a megőrzése, illetve a háborítatlanságának az előidézése, ami legfontosabb volt. Manapság már 160 ország csatlakozott ehhez az egyezményhez, köztük hazánk 1979-ben egyébként Magyarország is 29, jelenleg 29 területet jelölt erre a listára. Ugye a Velencei tavat és a Dínyési fertőt azt már 1979-ben felvették erre a listára, mintegy 965 hektár területtel. A Ramszári egyezmény alá tartozó területeket bizonyos feltételek alapján lehet jelölni. Feltétel például, hogy éves szinten 20 000 madárnak adjon élőhelyet, és a terület egy adott fajnak az 1%-át kell, hogy ellássa. Magyarország 1979 óta tagja az egyezménynek. 1971-re már, ugye, főleg a háború utáni, tehát második világháború utáni ipari tevékenységnek a kiszélesedése folytán olyan mértékben szűkültek már be az élőhelyek, és szennyeződtek már akkor, hogy tehát már 71-ben fontosan tartották, hogy ezt előirányozzuk a távoli jövőben is, hogy várhatóan, ugye ez fokozódni fog ugye a népesség növekedésből fakadólag is, és sajnos igen, már ott tartunk, hogy akár a tengereken és óceánokon is, hogyha szétnézünk, ugye hatalmas szemétszigetek úsznak több ezer négyzetkilométernyi területtel, főleg a csendes óceánon, egyre több ugye az olajkatasztrófa, stb. Sorolhatnám. És minél több olyan terület legyen a világon, tehát ez a fő cél, ami lehetőleg megóvásra kerül ezen tevékenységek hatása alól. Tehát egyébként az Egyesült Királyság rendelkezik a legtöbb ilyen területtel, szám szerint 168-al. A legnagyobb területtel rendelkező ország pedig Kanada. Magyarország 2600 négyzetkilométernyi Ramszári területet tudhat magáénak, ami nagyjából Nógrád megyének a területével megegyező terület.
A Pákos Csukorói Arborétum és Vadasparkban a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából szerveztek túrát, hogy megfigyeljék és bemutassák a Velencei tó élővilágát. Többek között ez a terület is a Ramszeri Egyezmény alá tartozik. A Vadaspark vezetői fontosnak tartják, hogy táborokat és jeles napokon külön tematikus programokat szervezzenek a természetbarátoknak. Nagyon sokféle programot szervezünk, ugye ezek főként zöld jeles napokhoz kötődnek. Ilyen programok például most télen a Mindent, a téli vadetetésről, amely szombaton kerül megrendezésre a jövő héten, de akár a madarak és fák napja, a vízvilág napja, az erdők nemzetközi napja, az erdők hete, tehát ilyen programokkal készülünk az évben, és táborainkkal is, hogy minél inkább színesebbé tegyük a gyerekek számára is a programokat. Városunkban sétával, előadásokkal és filmvetítéssel csatlakoztak a Vizes Élőhelyek Világnapjához. A rendezvény helyszíne a Székesfehérvár égköveként emlegetett Sóstó természetvédelmi terület volt, ami a város határain belül terül el, mégis egyedülálló ökoszisztémával és élővilággal rendelkezik. Itt Székesfehérváron igazi természeti kincsek várják a látogatókat. Legalább 70 madárfaj él vagy fészkel ezen a területen, köztük a fokozottan védett gólyatöcs. Akár vele is találkozhatnak azok, akik ide látogatnak. Csete Gábor természetvédelmi referenst kérdezem arról, hogy hogyan is sikerült megmenteni ezt a területet a lepusztulástól. Igazából ugye a Sóstó természetvédelmi terület az konkrétan Székesfehérvár belterületén található, egy 218 hektáros vizes élőhelyekkel is tarkított terület, és ugye kormányzati forrásból szerencsénk volt egy vizes élőhely rekonstrukciót végrehajtani, és nagyon jól sikerült ez a munka, 26 hektárnyi vizes élőhelyet és mozaikos tórendszert, élőhelyrendszert sikerült kialakítani, és ennek az volt a legtöbb pozitívuma, hogy már a munkák elején, már a munkák során megjelentek azok a fajok, amelyekre specializálódtunk. Én azt gondolom, hogy a jövőben is ez a szám ez nőni fog, az ide érkező fészkelő és táplálkozó fajok száma, és én azt gondolom, hogy egy olyan tanulmány született erről az egész területről, ami utána megvalósulhatott, ami mindenki számára egy fantasztikus lehetőséget biztosít. A mai világnapra egyébként mi mindennel készültek? Hát igen, ugye a Vizes Élőhelyek Világnapja, ez egy nagyon fontos számunkra, ugye természetvédők számára is. Ugye főképpen a kollégáimmal, munkatársaimmal, társszervezetekkel szerveztünk egy ilyen kis baráti, családias napot, ahol a Nemzeti Park, a Dunai-Poly Nemzeti Park munkatársa, illetve az én kollégáimmal tartottunk ehhez kapcsolódóan előadásokat. Csete Gábornak köszönjük szépen. Érdemes tehát ellátogatni a Sóstói természetvédelmi területre, ha egy kicsit ki akarunk szakadni a hétköznapokból. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!